kedves közönségünk, amint hallották, volt egyszer egy Vadnyugat című film Oscar-díjas zenéjét hallották a zenekartól, Tordai Zoltán és zenekarától, és a második mi volt? Benny Goodman, vagy mi volt ez? Creole Jazz volt a Benny Goodman-től, igen. És aki előadta már az igényben? Szeretném megköszönni kedves mindenkinek, aki hozzájárult az előtetőnkhöz, és volt, aki reklamált, hogy miért nem szedtünk belépőt. Azért nem szedtünk belépőt, mert ez a program, ez a mai műsor, a Köszönjük Magyarország, azért is van ide felírva, Köszönjük Magyarország pályázati program keretében valósulhatott meg, mert ők azok, akik eljuttatták ide a mi mai zenekarunkat, és örömmel köszönhetjük itt ezt a kedves zenekart. A pályázatnak viszont feltétele, hogy nincs belépődíj. Viszont nekünk szükségünk van pénzre, és ezt gondoltuk, hogy adománydobozt teszünk ki. Na most, jött olyan kérés, hogy miért nem szóltunk előre. Hát ezt a plakátra nem írtuk ki, az az igazság. De hát, aki Turkevén lakik, az megtalál könnyen bennünket, ha most nem is hozott pénzt magával, úgyhogy kérem szépen, nyitva vagyunk bármikor, bármikor be lehet hozni hozzánk. És most engedjék meg nekünk, hogy több felől jöttek ide hozzánk, és egy kedves hölgy megkeresett, Királyné Vaskó Erzsébet, a Halásztelki Egyesületről jött ide hozzánk, és azt mondja, hogy egy kedves verssel szeretne megajándékozni bennünket. Kívánok, valóban Halásztelekről érkeztünk. A Gyáli Egyesülethez járunk át sokan. Én Halásztelken vagyok, egy mozgáskorlátozott egyesület elnöke. Nagyon szeretem a verset, és egy olyan verset hoztam, ami szerintem mindenkinek a szívéhez hozzá fog érni ma este. Aranyosi Ervin, de csodás is lenne, de csodás is lenne, csak a mában élni, a múltat elengedni, jövőtől nem félni. Megtalálni benne minden boldog percet, szeretni, nevetni, mint egy apró gyermek. Csak a szép dolgokra ügyelni, figyelni, s minden kedvességért igen hálás lenni. Álmodni a valót, játszani a szépet, a szívünkbe zárni örök békességet. Mosolyjal szívedbe, melegséget vinni, a jó emberekbe tiszta szívből hinni. Kitárt szívvel élni ezt a szép világot, felgyújtani másban a szeretett lángot. De csodás is lenne, ha mernénk is adni, irigységmentesen embernek maradni. Nem félteni vagyon, sem földi kincset, nem tenne az önzés a lelkünkre vilincse. De csodás is lenne mától vígan élni, a bút és bánatot mosolyra cserélni, a fáradt arcokról letörölni könnyet, s mutatni, hogy élni szépen sokkal könnyebb. Én mától változom, mert elhatároztam. Életem szépítem, s megélem a mostban. Igyekszem mutatni, hogy mindenki lássa, a boldog perceknek lehet folytatása. Köszönjük szépen Erzsikének! És hát Aranyosi Ervin szavaival élve, a boldog perceknek lehet folytatása annál is inkább, hiszen szeretném kihívni az előző félidő két énekesét, és most együtt fognak énekelni Cinder Bari és Deák Lajos. Thank you.
Thank you.
Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Azt mondták, hogy készüljék fel, mert jó idő van fenn, de valóban. Mondjuk elfér a kabát, de hát most már mindig. Nagyon szép hallgató. Egy lombol karon áll.
Sikós eredmény katalizmán, de 13 csendősen a sikai anyagnál. De babája a katét, jön a mikat a nyár, 13 fotós szokja rendszerre. Na most hát orvos vagy! Csak hát hozzon ebbe! Állott magyar hazám,
Thank you.
vizel, elfolyik a fekete tengerbe. Furcsa egy alajakba zajlik a szeretem az emberbe. Hárni zajlik is, házik is, melegen is van bőrbe. Örülnek az éjjel, az házkod, mutat a hőnére. Holnap talán már egy másik fűr jön majd
hanem szigorúan együtt, jó? Úgy kezdődik, hogy ó, faluban nincs több kislány, csak kettő, de csak kettő. Az egyik neve szerepe, a jegyző, a jegyző. A másik meg a kapuban neveti. A hét meg a segédjegyző szereti, szereti. A másik meg a kapuban neveti. A hét meg a segédjegyző szereti. Yeah.
És bizonyára észre vették, hogy sajnos egy valaki hiányzik ma a táncból, a műsorból. Katika kórházba került, jobban van, elvileg, ha minden jól megy, akkor holnap már hazaengedik, de sajnos ma nem lehetett itt velünk. Úgyhogy azt javaslom, kérem a többieket is a színpadra, a Cinderellait, Deák Lajos, Koltai Lacit, hogy énekeljünk el Katikának a legkedvesebb számát, nem a hallgatóra gondolok, hanem a népdalra. És ezt szerintem mindenki tudja. Nem. Azt, hogy... Sudár magas, de magas, sudár magas, de magas, oly nyugodtan. Kicsi madár a fészkén, kicsi madár a fészkén, oda lakja. Nekünk közöttek az meg, nem megyünk innen, sosem.
az, hol az, még szólok a gyarmóban. Egyik a végig az, hol az, még szólok a gyarmóban. Köszönjük szépen! Írt ennek a szövegét, a második versszaknak a szövegét, hogy édes anyám,